akkor elment Jézus velük egy helyre, melyet Getsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és Zebedósnak két fiát, tehát Jánost és Jakabot, kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nékik, Felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kisé előre menve, arcra borult könyörögvén, és mondván, atyám, ha lehetséges, múljék el tőleme pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem úgy, amint te. Máté Evangélium a 26. fejezet 36-tól a 39 ig tartó verseket olvastam fel, és egy nevezetes imaküzdelemmel szeretném zárni e hónapot, amelyel több napig is szeretnék foglalkozni, csak Máté Evangélium alapján, bár a belépő ebbe az ima küzdelembe alig, hanem Márk Evangélium, a 14. fejezete, amely így kezdi az erről szóló, tehát a Getsemani kertbeli Jézusi ima küzdelemről szóló leírását, hogy Jézus, ahogy elérkezett a Getsemani kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni. Ilyet soha nem olvassunk Jézusról. Jézus, nemhogy rettegni és gyötrődni soha nem tett ilyet az életébe, de nem is félt, és ki is fejezte, hogy miért nem fél, azért nem fél, mert tudja, hogy az atya mindig vele van hát akkor ebből láthatjuk, hogy miért kezdett rettegni és gyötrődni. Mert azzal, hogy megterheli magát az emberiség bűneivel, hogy magára veszi a világ bűneit, Istennek el kell hagynia, fokozatosan el kell hagynia. Ez az, amit a keresztván a negyedik szavával, ugye Jézus hét szava a keresztfán, a negyedik szavával kifejez, hogy én Istenem, én Isten, miért hagytál el engemet? Ez a lelki elhagyás, ez az elhagyatottság, amiről Ézsajás így jövendőlt, hogy ő egyedül taposta a sajtót, és, a, és vele senki nem volt együtt, mert ezt a művet csak ő tudta létrehozni, ezt a művet csak ő tudta bevégezni, az Isten fia, mert mi ez alatt, a teher alatt összerogynánk. Jézusnak imádságra volt szüksége. Jézus a végső események elé nem mehetett komoly imaküzdelem nélkül. Egyáltalán, hogyha meggondoljuk Jézus egész életét, a Máté Evangélium a negyedik és a Lukács Evangélium a negyedik fejezetét, hogy ami előtt Jézus nyilvánosan föllépett volna és elkezdte volna a három és fél évi munkálkodását, hát azelőtt is elvonult, és negyven napig nem csak imádkozott, még bőtölt is a pusztában, mert három és fél év alatt neki egy egy szót nem lehetett elhibázni, nem csak, hogy a cselekedeteiben tökéletesnek kellett lennie, de egy szót nem hibázhatott el, mert akkor már nem lenne tökéletes megvált, akkor már belekapaszkodnánk, hogy hát itt Jézus ezt nem egészen tökéletesen mondta, vagy itt Jézus kikérte magának és visszavágott, ez már nem a tökéletes szeretet nem is tudom, hogy felmértük ezt a roppant felelősséget, hogy Jézus a 33 és fél év alatt soha egy rosszat nem költett el, és egy rossz szót sem mondott, egy félreértető kifejezés se ki a száján három és fél év alatt, míg tanította, és nem csak az akkori emberiséget, hanem azóta is az evangéliumok és az egész Bibliáltal az egész emberiség megváltójaként az egész emberiséget, hát erre fel kell készülni, és a végső napra, hiszen Jézus utolsó napja elközelgetett halála előtt, hát erre is fel kellett készülni. És Jézus, ahogy említettük, hogy az imádság az elcsendesedés. Az imádság, az kiönti az ember a, a, szívét, mint a vizet az Isten előtt. Ezt tette Jézus. És Isten ígéreteibe kapaszkodott, de Jézus azt mondta, hogy Istenem, nem lehet a megváltás művét másképp is elvégezni, mint én ártatlan az életemet, az isteni életemet adjam, és olyan emberekért, akik még a legszeretettebb tanítványom is itt elalszanak. Jézus Krisztusnak fel kellett készülnie arra hogy ne az legyen, amit ő akar, amit most az emberi természete súg neki, hogy ezekért vállalott -e az áldozatot? Ezekért a legszeretettebb tanítványaidért is, akik elalszanak, ezért az emberiségért, aki most a 2024-ben bűnt, bűre halmoz, és úgy ér, mintha nem is lenne Istene, ezekért odaadod az életedet, hiszen ezt is láttad előre, de Jézus eljutott oda, hogy legyőzze önmagát. Elkezdi legyőzni önmagát, de visszamegy majd háromszor, mert az önmagunk legyőzés, az nem egy pillanatnyi dolog, még Jézusnak is folyamatos küzdelemre volt szüksége, vagyis most miről beszélünk a küzdő imátságról amit Ábrahám folytatott Mózes első könyve 15., amit Jákob folytatott Mózes első könyve 32. fejezete szerint, amit Jobb folytatott a kikéretése a sok-sok a, a szenvedése napjaiban, és amit Jézus Krisztusnak kellett folytatnia. Nézzünk most bele a küzdő imába, és kérem, hogy mind a négy evangéliumot olvassuk el, legfőképp a szinoptikusokat ebből a szempontból, hogy lássuk, hogy mi ez a küzdőim ima, ezzel fogunk foglalkozni három-négy napon keresztül.